Na kérem szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem, hogy hallatszom is. Azt hiszem, hogy most 18 óra 30 perc van, és azért hálás vagyok, hogyha valaki, úgy látom, hogy már is vagyunk egyébként 62-en, úgyhogy fantasztikus lehetőség. Ha valaki csak röviden jelzi, hogy hallatszom-e, akkor az nagyon megnyugtató, de egyébként ugye ismertetem a dolgokat. Jókuti András vagyok, és ez itt pedig egészen pontosan a Világevő Talks, és annak is már a negyedik része, amit nagyon nagy örömmel mondok, hiszen azt gondolom, hogy még nagyon sokan vagyunk, de már sikerült néhány nagyon-nagyon fontos gasztronómiai szereplőjét Magyarországnak bemutatni itt egy kicsit más oldalról, más szemszögből. Amit fontos tudni, hogy ugyanez itt a járvány idején és kicsit annak kapcsán alakult ki ez a kis beszélgetés vagy portréműsor, de nem kizárólag azzal szeretnék foglalkozni, sőt, azzal szeretnék kevesebbet foglalkozni. Természetesen, ha már ilyen szakértők és okos emberek bejelentkeznek, akkor erről is köszönöm szépen, Ádám, jó a hang, és Ákosnak is, és Attilának is, tehát, hogy természetesen erről is megkérdezem itt, hiszen azért itt, ugye, ahogy látom már most a kommentekből, hiszen élőben vagyunk, itt ugye azért elég sok a profi, úgyhogy őket érdekelheti ilyesmi. Üdvözlet a séfeknek, hát én kevésbé vagyok séf, hanem a többi, gondolom a többi séfnek, aztán Danó, Zoli is már is hozzászól, de ezekre majd később rátérünk. A lényeg az, hogy Vomberg Fricivel fogok beszélgetni a következő 3-4 órában, 1 órában. Én Jókuti András vagyok, és gondolkoztam, hogy lehet őt bemutatni. Ugye annyira sokféle az ő életútja, és annyira izgalmas és különböző dolgok történtek vele, hogy azt hiszem, hogy talán azt tudom választani az ő bemutatására, hogy ő azon kevés séfjeink egyike, aki sosem volt sztár séf, hanem mindig egy ember volt, méghozzá egy nagyon fontos ember, és akkor pillanatokon belül köszöntöm is itt, remélhetőleg azt mondja, hogy szia Fricsi! Szia, jó estét, sziasztok! Készültem egy bűvész trükkkel, mindjárt kiderül, hogy mennyire sikerül, nagyon jó. Itt van még egy Fricsi, ugye ez az egyik nagyon-nagyon fontos technika. Fordíts meg! Tessék? Fordíts meg! Na igen, akkor én tényleg tulajdonképpen magamat is ki is iktathatom, és akkor Fricsi előről, hátulról ez a mai témánk. Tehát Szakács kabátba zárva című könyv jelent meg rólad pár hónappal ezelőtt. Ugye akkor még nem gondoltuk, hogy ilyen furcsa állapotok lesznek, hogy mondjuk egy interjút azt elsősorban úgy próbálunk majd elkészíteni, hogy lehet, hogy legtávolabb legyünk egymástól, ha nem is szellemileg, de fizikailag mindenképpen. Kezdjük a teljesen kötelező és egyszerű körökkel, hogy vagy, mit csinálsz, hogy lehet ilyenkor túlélni, és nem elsősorban a járványra gondolok, hanem úgy általában az életre. Én nagyon jól vagyok, minden nap megyek, jövök, engem nem érdekel az egész, tehát nem zárom be magam. Ahova azt szoktam mondani, hogy kell két kéz és kevés ész, oda mindenhova megyek segíteni, tehát aki hív engem ilyen jótékonysági főzésre, azt mindent elvállalok, mindent csinálok. Nem csak azért, mert ilyen jó fej vagyok, hanem azért is, hogy együtt legyünk, ne zakanjak meg, hogy tudjak dolgozni, meg valami célt azért csak szolgálunk. Úgyhogy elég sokat jövök, megyek, segítek másoknak kereszt rendezni, tehát valami jön, minden csinálni. Azért jó fej is vagy, de erről majd egy kicsit még később, és a könyvről is szeretnék veled bőségesen beszélgetni, de először csak hogy lássák itt a kedves nézők, akik már is bekapcsolódtak az, hogy valóban élők vagyunk, és érdemes hozzászólni és kérdezni. Ugye Danó Zolinak először is a kommentjét szeretném beadni. Ott látod te is, ugye, hogy 86-a interkontinentál terasz a Fricivel, ez valami fergetek parti volt, szabad erről tudni, vagy? Együtt dolgoztunk, tehát Zolinál idősebb vagyok, én akkor fiatal Szakács voltam, amikor a Szakács tanulnak oda került, és akkor a Duna Intercontinental egy nagyon jó nevű étterem volt, ami most Marriott, nagyon jó szálloda volt, és annak volt egy nagyon nagy terasz a látványkonyhával, ami abban az időben dübörgött. Ugye, és ez arra utal, hogy ott azért volt szakadj meg, de pörögni is kellett, dolgozni is kellett, és jókat kellett azért tudni. Jó, és akkor egyetértesz-e azzal a kijelentésemmel, hogy te sose voltál sztárséf? Tehát, hogy annyi mindenkit hallok én már úgy felkonferálni, független attól, hogy volt-e valaha konyhafőnök életében, vagy nem, hogy sztárséf, hogy
hogy te vagy az, akinek mindig valahogy az emberi oldala, vagy csak én, nekem van egy torsz képem róla, nem tudom, akinek mindig az emberi oldala sokkal előrébb volt, mint a kitüntetései, meg a bármilyen egyéb érdemrendje. Nem tudom, mit jelent itthon, hogy sztárség. Tudod, tehát először is ezt a fogalmat kéne, hogy tisztázzam. Ezt én nem tudom magammal tisztázni. Soha nem sztároltam magam, mert minden, ez egy csúnya dolog. Tehát minden nap annyit érek, amikor felkelek, és amit a nap végére letettem, és ez néha nagyon kevés, néha meg nagyon sok. Nem tudom, tehát azért, hogy nem tartottam magam soha sztárnak. És viszonylag elég korán, tehát 40 éves voltam, amikor a konyafőnökségből visszavonultam, tehát már 15 éve, úgyhogy nem volt arra alkalom se, hogy ez az új generáció annyira megismerjen, vagy hogy annyira benne legyek, mert mikor elindítottuk ezt az egész változtatást, vagy ennek a hullámát, akkor én 2003-ban hagytam abba pontosan az egészet, és ezt 2004-ben kezdtük el, tehát akkor én már nem voltam aktív. Igen, de aztán azért mégiscsak visszakapcsoltál bizonyos dolgokba, de azt hiszem majd a végén fogunk csak átérni arra, hogy most meg már nagyon-nagyon kikapcsolódtál nagyon sok mindenből, illetve más jellegű dolgokban vagy, de nem akarok ennyire előre szaladni. Azt mondja, hogy mester, tanító, barát, hát akkor azért ez úgy átjön ezek szerint másokkal is, meg ugye ebben a könyvben is ugye nagyon sok ilyen idézet van kortársaktól, pályatársaktól, kollégáktól, borászoktól, amiben ők jellemeznek téged, és hát ezeket azért így jól olvasni. Azt gondolom, hogy az neked se lehetett egy nagyon kellemetlen, amikor ezeket elolvastad, nem? Nem, hát azért voltak sikereink, mint konyafőnök is egy új hullámos, illetve most már nem mondjuk, de talán a koromat megelőző gondolkodásmóddal azért 10 éven keresztül próbálkoztam egy étteremmel, ami akkor nagyon jó üzemel. Onnan is vannak jó kapcsolataim, és onnan is volt, hogy én tanulni szeretnék mindig. És utána, amikor én abba hagytam ezt az aktív konyafőnökséget, én az oktatással foglalkoztam, mert azért végeztem el az iskolámat. Tehát én azért lettem szakoktató, hogy ha már nem mint konyafőnök, de az oktatásban részt vegyek, és sokat próbáljuk meg átadni. Tehát mindig közel maradtam a gasztronómiához és a konyhához, csak effektíve abban az időben nem láttam értelmét, hogy még egyszer valakinek a szekerét úgy csúljam, hogy közben engem kizsákmányol, érted? Tehát ez a 2000-es éveknek az eleje számomra egy elfogadhatatlan helyzet. De alapvetően egy ilyen konyhafőnöki pozíció, hogyha nem a saját étteremben, az kizsákmányolással jár? Vagy tehát, hogy ezt olyan szempontból is kérdezem, hogy esetleg adj tanácsot azoknak, akik most vannak, nem tudom, 20-as éveik elején, vagy olyasmi korban, amikor ezt elkezdhetik, hogy lehet ezt kivédeni, hogy az ember erre rájöjjön majd 10 évet később, hogy őt kizsákmányolták. Jelen pillanatban azért már más, mint 20 évvel ezelőtt volt, tehát már ezt a kettőt nem lehet összehasonlítani, de hát abban az időben, amikor egy szutyog konyhákról beszélünk, tehát nem volt eleve a konyhának felszerelése. Küzdeni kellett azért, hogy emberi körülmények között dolgozzál, általában mindig pintébe, neonvilágítás mellett és levegő nélkül, tehát eleve megbőgöttél. És hogyha így lehúzol kötelezően minden nap 16 órát, hát ez azt gondolom, hogy kizsákmányolás, úgyhogy le se tudsz küzdeni. Tehát az izzadságodba kell, hogy hazamenjél úgy, ahogy akarsz, hajnali órákba. Tehát akkor ez egy normális dolog volt, ebben nem volt semmi. Csak amikor az ember azt mondja, hogy igényesen szeretne dolgozni, akkor valószínűleg nem ezeket a körülményeket szeretné, még nem tud igényesen dolgozni. Tehát nekem soha nem az volt az első kérdés, amikor elmentem valahova, hogy mennyi a fizetés. Hanem az volt mindig az első, hogy meg szeretném nézni a feltételeket. Ha a feltételek nem stimmelnek, bármennyit akar adni, nem érdekel, mert magammal szembe kell, hogy meghasonuljak, tehát nem tudok teljesíteni. Hogyha a feltételek adottak, onnantól kezdve a fizetésben biztos, hogy meg tudunk állapodni. Aha. Jó, és ez a bizonyos étterem, ugye, ahol te mondjuk konyhafőnökként a leginkább a nagy sikereidet alkottad, és azért ugye arra emlékeztetném itt a nézőket, akik mondjuk 20 évvel ezelőtt még nem biztos, hogy követték ennyire a gasztronómiát, ami nem egy vétek, hanem nagyon jó, hogy most már viszont követik a gasztronómiai élethíreit és eseményeit és fontos figuráit. Akkoriban még ugye nem kellett tudni, hogy egy étteremben ki a séf. Tehát akkor még nem az volt idézőjelben nagyon betűkkel kiírva, hogy itt kidolgozik, hanem volt egy étterem, és aztán valaki biztos van ott a pincében, aki majd megfőzi nekem, amit rendelek, ugye? Így van. Tehát akkor a semmiből kellett feltörni valahogy, mint Zsonán a földgáz annak idején, tehát azt is kevesen tudják. Tehát
akkor az volt a cél, hogy a semmiből hogy tudsz előre törni, úgyhogy másokat nem eltaposva, de mégis. Te, mint ahogy sportoló voltál, tehát tudod, nem a másik vállán előre törekedni, hanem az, hogy magad megmutat, hogy tudsz előre menni. Ez egy sport volt ugyanúgy. Ez is egy csapatsport, egy ilyen konyhai munka, így gondolom. Tehát, hogy nagyon csak sokat is. És bármilyen kulcsát. Bocsát, mondd, bocsát. Annyira csapatmunka, hogy mindig annyit ér a csapat, amennyit a leggyengébb láncem, ugye ez igaz is. És bármilyen furcsa, és mindig azt mondja, hogy a csapat legfontosabb része a fekete mosogató. Tehát ez bármilyen furcsa, és akkor azt mondom, hogy a csapatban a leges, legfontosabb egyik szerepet a fekete mosogató tölti be. Ami ugye egyébként gondolom, hogy azért követed, bár nem tudom, hogy így a mostani gasztronómiai trendek közül mi áll hozzád közel, majd mindjárt meg is kérdezem. De ugye nekem a kedvencem a Kopenhága Innova, akik már amikor először kapták meg a World 50 Best, azaz a világ 50 legjobb étteremnek kitüntetést, akkor konkrétan vitték magukkal a fekete mosogatót, Alit, és ő volt az egyik, aki átvehette ott a díjat, azt hiszem, hogy 6-8-an mentek el az étteremből, és ez nem csak egy ilyen PR poén volt, hogy akkor ők milyen jó fejek, hanem azóta ő már tulajdonrészt is kapott egyébként elég jelentőset, és most már nem mosogat, hanem de azt hiszem, hogy egy ilyen kemény 14 évet lehúzott mosogatóként, és most már ő fogadja a vendégeket, és az egyik legnépszerűbb figura az egész branchban. Úgyhogy ez abszolút létezik. És viszont akkor ugye, ha már ezt említettem, a mostani gasztronómiai trendeket, ugye itt a könyvből is kiderül, hogy elég sokáig dolgoztál te séfként, teljesen természetesen úgy, hogy maximum hírből, meg képeken, meg külföldi folyóiratokban találkozhattál azzal, hogy mi zajlik mondjuk egy Michelin csillagos étterem konyháján. Most van-e lehetőséged arra, hogy kövess, hogy ugye a világban mi történik, és el tudsz járni mondjuk ilyen éttermekbe, amik akár csúcséttermek, akár csak fontos éttermei Európának vagy a világnak? Hát most már jobban lehet követni az interneten meg mindenen keresztül, az biztos, de hát nem, finoman fogalmazva, nem áll módonban külföldi utazásaink során sok Michelin csillagos étterembe járni, jó? Tehát ez így finoman fogalmazva, ez így benne van minden. Azon keretek között, amit lehet, azt mindent lecsinálok. Aha. És amit így interneten keresztül nézel, abból mondjuk mit szólsz, vagy melyik trendek azok, amik közel állnak hozzád? Nyilván nem kizárólag a sváb ételek, hanem még ennél sokkal szélesebb kör. Mi az, amit úgy érzed, hogy tényleg egy olyan vonulat vagy mozgalom, ami mondjuk számodra értékállónak tűnik és értékesnek tűnik? Nincs. Nincs, mert abban a pillanatban, hogyha elég öreg vagyok, tehát nem az a célom, hogy valakit másoljak, hogy valaminek beállja. Nekem van egy neveltetésem, ami az átkosban elég sok időt töltöttem, ugye? Tehát ott azért meghatározó dolgok történtek, amit nem lehet kiradírozni. Hát ott abban vannak beidegződések, és vannak olyan mozdulatok, amiket szívesen eltörölnék, de már nem lehet. Tehát nem jön ki az agyamból. A sváb vonalaimat meg büszke vagyok rá, hogy azokat az ízeket, azokat követni kell. De ugyanakkor benne van az is, hogy modernebb legyen valami, és a lehető legjobb. Én azokat az ételeket szeretem, amit nagy kanállal lehet enni és élvezet. Tudod? Tehát nekem a bisztró áll a lelkemhez a legközelebb, ahol finoman kell dolgozni. Tehát, hogy mondjam, amit kanállal lehet tálalni, tudod? Mindig azt szoktam mondani, hogy jó csipesszel dolgozik, kurva sokáig dolgoztam a szakmám miatt is, mint food stylist csipesszel, de nem a csipesz mond, hanem a kanál, ami kanállal ki tudok tálalni, kanállal meg tudok enni, és még akarok enni. Én ezeket az ételeket szeretem. És mindig csak két étel van, a jó meg a rossz. És mindig arra igyekszem, hogy jó legyen. Az, hogy az mi, és hogy jön egy ötlet, jön egy ihlet, nem számít már semmi. Jó, azt mondja, hogy akkor nézzük. Tibor Fici számomra etalon, sok séf tanulhatna az ő habitusából, a világnézetéből, hatalmas respekt. Azt hiszem, hogy itt most nem sok olyan kommentet fogunk kapni, akik szívnak téged. Vannak neked ellenségeid egyébként? Én nem tudom, hogy vannak-e. A megnyilvánulásokból nem jönne, de biztos, hogy vannak emberek, akiket megbántottam. Pedig nem nagyon akarok bántani embereket, mert nincs értelme miért bántani, de néha biztos sikerül. Azért mondom, hogy ez nem biztos, hogy jó dolog, mert ha az ember csak szeretik és nem bán meg senkit, akkor az azt jelenti, hogy ott van, baj van. Aha.
De hogy ez valószínűleg való, abból a stílusokból is jön, hogy te azért egy meglehetősen egyenes és direkt ember vagy. Tehát nem köntört palazol, nem beszélsz mellé, hanem hogyha megkérdezik a véleményedet, vagy néha akkor is, hogyha nem kérdezik meg a véleményedet, akkor te megmondod, hogy mit gondolsz. Ezzel nyilván valaki fennakad, mert ugye egy kicsit úgy látom, hogy ez egy ilyen társadalmi probléma is, hogy az emberek nem feltétlenül tudják értékelni azt, hogy őszinte véleményt kapnak, mert valójában nem is véleménye voltak kíváncsiak, hanem inkább csak valami visszaigazolást akartak volna, ahelyett, hogy értelmes véleményt kapnának. Hát erre nem szó szerint, de hagyj idézzek Popper Pétert, én nagyon szeretem az előadásait, és sokat lehet tőle tanulni. Azt mondta, hogy a félrebeszélés és a körkörfalazás a sok energiát elvisz, és sehova nem vezet. Tehát nem kell mismásolni, tömören el kell mondani egy véleményt, lehetőleg érzelemmentesen, és akkor mindenki újra. Jó, azt mondja, hogy Attila a 2017-es Bocuse d'Oron is jól mutatta emberi oldalát, főleg mikor picit eltörött a mécses, ott nagyon jók voltatok, fiúk. Hogy emlékszel te vissza, hogy itt a könyvben is szól erről a 2017-es Bocuse d'Or, ugye, hogyha valaki véletlenül nem tudná, hogy akkor ez a lyoni világdöntő, azaz 2017 januárjáról van szó, ahol ugye nem bántátok volna, meg senki sem bánta volna, hogyha dobogón végeztek, és aztán pedig ugye a negyedik helyet sikerült elérni Szél Tamással és a magyar csapattal. Hogy sikerült ezt azóta feldolgoznod, vagy mi erről a véleményed? Azért eltelt most már több mint 3 év. Ja, sehogy. Sehogy? Sehogy, nem. Tehát amikor eltörött a mécs, szerintem a budapesti gálán volt, amikor megnyertük, akkor azt megkönnyeztem. A 17-ben inkább az mérges voltam, az nem tartottam igazságosnak, ott az nagyon fájt. De ez a fájdalom, ez benne volt az előző sztorikban is már, tehát ez úgy végigkísért, ez a hiányérzet, de nem lehet hiányérzet, mert ugyanakkor, tudod, csak annak lehet hiányérzet, aki benne van, és elkövette, és érezte. De kívülről nézve ez egy óriási sikertörténet, egy óriási nagy siker. De azért belülről hagyd mondhassam azt, hogy picit elégedetlenek voltunk, vagy voltam én, nem tudom, inkább a magam nevében mondom. Hát én azért ugye közelről láttam az arcotokat, közvetlenül utána senkit sem láttam az ön felett ünnepés. Milyen érdekes, hogy egy negyedik helyen a világban, amikor előtte 10 évvel nem is gondoltuk, hogy oda jutunk, azt mondjuk, hogy elégedettek vagyunk, ugye? Magyar, igen. Igen, tudom, ez is egy óriási siker, hogy csalódást tud okozni egy negyedik hely, de mondtad hogy azt gondolod, tehát hogy te úgy gondoltad, hogy ott a ti teljesítményetek jobb volt ennél? Tehát, hogy vagy pedig csak azt gondoltad, hogy képesek lettetek volna jobbra, vagy mire vezeted vissza? Szerintem dobogót megérdemeltük volna. Aha. Hát azt hiszem, hogy most akik néznek minket, azok közül mindenki erre egy nagy bólintással válaszol, tehát hogy természetesen azért voltunk ott, és azért szurkoltunk, meg azért remektünk mindannyian, de akkor viszont ugorjunk vissza tényleg 2016-ra, bár olyan szempontból nagyon érdekes, és azért is mertem ebbe belekérdezni, mert hogy a már emlegetett és még majd emlegetett könyvedben, ugye már a címe is nagyon érdekes, hogy egyfajta keserűséget és sötét árnyalatot visz be ebbe a valójában sikertörténetbe, meg nagyon sok szépséggel tartított élettörténetedbe, és hát nem kerülted el ezeket a témákat a könyvben sem, tehát hogy nagyon sok benne a szomorúság, a haláleset, a személyes akár kudarcélmény, akár veszteségnek a leírása, ez miből fakad? Egyszerűen onnan jön, hogy aztán mindjárt hagynak szóhoz jutni, bocsánat a 3 órás kérdésért, onnan jön, hogy te alapvetően egy ilyen személyiség vagy, aki szeretni minden oldalát megélni, vagy mi ennek az oka? Hát ez a könyv mondhatni, hogy egy depresszív könyv, tehát nem egy... Nem olvasmány, egyetértek. Igen, miközben baromi érdekes, meg baromi utalmas. Hát elég mondhatni azt, hogy ha már kaptam egy életműdíjat, 54 évesen akkor írtam egy életrajzi könyvet azután, mert akkor már ezek szerint itt csengettek. Tehát, hogyha az életműdíjat itt megkaptam, akkor itt már tulajdonképpen le van húzva a függöny. Nem, hát ez az, hogy körülbelül egy
én, mint szakács, vagy mint ember, hogy mit értem meg, hogy a csúcsoktól kezdve a poklokig, hogy mi lehet keresztül menni. És hogy nincsenek kitörési pontok. Ha mélyen belemegyünk pszichológiailag, meg minden, akkor a kiégésnek a fokozatait lehet látni, tehát hogy megy tönkre egy ember bizonyos dolgokba, hogy nem talál kiutat, mik a szakmánknak az a rejtelmény, amikor vége van mindennek, és hogy történhetne meg az, hogy egy összefogással az egyik ember tud segíteni a másikon, amikor ilyen helyzetek vannak. Tehát ezek nincsenek meg. Nincsenek meg azok a közösségek, akik inspirálni tudják a másikat ahhoz, hogy ezzel a helyzetből kiutat találjon. Mert a szakács szakma, ez egy olyan szakma, hogy folyamatosan inspirálódni kell. De honnan? Tehát régen mindig voltak csoportosulások, hogy barátokkal beszélgettünk, jött egy ötlet, tovább vittem, és a többi. Jelen pillanatban ezek viszonylag megszűntek. Tehát sokkal nagyobb a széthúzás, mint az összetartás. És ez mi múlik szerinted? Vagy ki az, aki katalizálhatna ilyen jellegű összefogást? Ugye például a Bokkűzor Akadémia azért elég jelentős. Tehát én azt például baromi nagy örömmel láttam, hogy mondjuk a Bokkűzor Akadémiának akár ilyen előtalálkozóin és mindenféle egyéb eseményein, hogy ott tényleg volt szakmai párbeszéd, nem tudom, hogy azok a séfek azok utána a további hetekben, hónapokban is állandó barátként tartották a kapcsolatot, de jó volt nézni, hogy jön valaki Encsről, a másik Székesfehérvárról, a harmadik, nem tudom, az ország megint másik végéből, és jókat beszélgetnek, és tudnak eszmét cserélni, láthatóan őszinte örömmel egymásnak. Tehát, hogy hol lenne ennek a terepe, vagy ki az, aki ezt meg tudná szervezni? Ezek a kérdésekre egyrészt nem akarok válaszolni, másik nem az én dolgom erre válaszolni. A véleményem az, hogy ezek nagyon fontos dolgok, a Bokkűzor Akadémia is nagyon sokat tesz, és nagyon jó, amit tesz. Itt az összejöveteleknek a sűrűsége lenne az, amikor, tehát az én problémához most adódik, nem két hónap múlva akarok arról beszélni valakivel. Tehát ezek napi jellegű problémák, amikor nem is az kell, hogy online legyek folyamatosan egy csoporttal, de hogyha legalább havi szinten, vagy eshetőségszerűen tudok velük beszélni, vagy kapcsolatom van, akkor az valószínűleg segít. Sokkal nagyobb az elszigetelődés jelen pillanatban, és a klikkesedés, tudod? Tehát ebbe nem látom. Nagyon sokat járok vidékre, nagyon sokat tartom a kapcsolatot vidéki kollégákkal, akik mondjuk azt, hogy ez az egész, ez egy szintezés, hogy ki hova helyezi magát. Általában a vidéki kollégákat kurvára lenézünk. Tudod, azért ez benne van. De nem biztos, hogy le kell nézni, mert a mi felelősségünk is az, hogy ők hol tartanak. Tehát ha én nem teszek meg mindent, hogy ők fejlődjenek, akkor nem nézhetem le őket. Ha mindent megteszek, és mégis hülye, akkor viszont szó nélkül meg kell tenni. És a nagy része azért így van, hogy próbálok megtenni, és hülye marad, tehát azért ez benne van a papírban. De akkor is igyekezni kell, hogy lehet őket bevonni annyira, hogy fejlődjenek, és inspirálódjanak. Ez jelen pillanatban nem nagyon történik meg, mert elszigetelődések vannak. Én így látom. És mindjárt még erre van egy kérdés, csak még vissza szeretnék utalni az életműdíjra, hogy ne ess azért teljesen kétségbe például, hogy az Alain Passard, három Michelin csillagos párizsi francia séf az Arpège-ből, ő is kapott egy életműdíjat a világ 50 legjobb étterméből, és azóta is aktív, és azt hiszem, hogyha ilyen belsős információk alapján azon kevés nagy séfek és valódi sztárséfek közé tartozik, aki még mindig élvezi a főzést és csinálja is. Tehát... Három csillaggal is a világ 50 éttermében ment lenni, oda már lehet életműdíjat kapni, tudod? Tehát azért azt jó, ne keverjük. A szart a fossal ne keverjük. Tudod? Tehát azért az már ott már valami történt. Ott már vannak dolgok. Jó, de amit még akartam kérdezni erre az elszigetelődésre, vagy klikkesedésre, hogy nem arról van inkább szó, hogy ez valamennyire életkori sajátosság, nem azt akarom mondani, hogy milyen rettenetesen öreg vagy, hanem hogy nyilván az embernek mondjuk 20 évesen, 30 évesen több energiája van arra, hogy egyrészt még megvannak azok a barátok, akikkel mondjuk valamennyire felnőtt, másrészt több energiája van arra, hogy nincsen család, nincsenek gyerekek és egyebek, amikettől elvennék az időt, hogy tartsa velük a kapcsolatot, hogy felhívja őket, vagy találkozzon velük. Tehát, hogy nem az van, hogy kicsit kiöregettél ebből, és hát azért kevés te korodbeli séf aktív Magyarországon, ami egyébként egy meglepő dolog, hogy mondjuk a Bíró Lajoson kívül olyan nagyon sokat nem is tudnék értelem mondani, aki alapvetően... Tehát ez a kiégés, ez a veszteség. Hogy ezt a munkát nem lehet tovább csinálni? Hát nem, mert
ha te aktívan sértegy, és nem csak irányítasz, hanem termelésbe is részt veszel aktívan. Tehát azért azt tudni kell, hogy a tested elhasználódik elég hamar. Tehát 45 éves korodban azért már a tested kezd kifingani. Utána 50 éves korodra, vagy hogyha tovább mész, már teljesen fing vagy. Ez teljesen tönkretesz. De nem a testedet teszi hamarabb tönkre, hanem a lelkedet. Aha. A sokkal nagyobb kihívás, hogy a belsődet teszi hamarabb meg, és nem a külsődet. A külsődet aztán szép tartan lekoptatja, az rendben van, de belül az hamarabb kiég. És az ellen, hogy lehet védekezni, ugye? Te most már azért visszatekintesz egy ilyen elég hosszú és elég változatos karrierre. Van-e valami, amit máshogy csináltál volna, hogy valahogy megvédd a lelkedet? Mert ugye egy külső szemlélőként azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen lélekvédelemre elég jó módszer az, hogy te ugye alapvetően egyenes voltál, nem hódoltál be olyan szituációkba, tehát nem törték el a gerincedet, nem hajtottad le a fejed, tehát ilyen módon nem volt az a probléma, hogy önmagaddal szembenézzél, akkor mi az, amit... Ez már lélekölő, tehát ahhoz, hogy te magad tudjál maradni végig, az kurva nagy harc. De itt nem rólam beszélünk, hanem amit kérdeztél, hogy a korosztályunkban ugye az 50 éves generáció az nem szerepel, mint konyhafőnök, és nincs porondon. Tehát ez nem az én problémám, ez egy generációs, vagy egy emberi probléma. Az, hogy én mit teszek, én kezelem magam, meg megtalálom magam, de ennek én ezt látom, hogy ez az oka. Jó, egyik kedvenc cukrásséfem kommentjét azért nézzük meg, a Frigyes úr végtelen tiszta lelkű, őszinte és okos ember, hát neked már meg se kell szólalni. Ilyenek jönnek, az nem azért, hogy megszólaltál ehhez sokat. Én meg elolvadok ezektől, tudod, tehát nem teljesen így van. Nem baj, egy kicsit lefelé kerekített szerintem, nem? Tehát, hogy ennél egy kicsit jobb a valóság. De azért ezek nem rosszak, ezek a visszajelzések, azt gondolom. És igen, itt Ákos is egyébként ugye ezzel a következő generációval, tehát hogy tudsz-e valami olyan tanácsot adni a következő generációnak, hogy egyrészt ugye életmódban, itt a könyvben te is pedzegeted ezt, hogy nagyon jelentős probléma van abból, hogy akik most oda kerülnek a szappa kapujába, ugye egyrészt egy szűkebb választék van, másrészt ugye a többségnél elég komoly ilyen motivációs problémák vannak, illetve az alázat hiánya, hogy hogyan lehet ezt orvosolni, vagy ez most egy kényszerpálya, és ezt most valamilyen módon el kell viselni, és reméljük, hogy így is lesz azért pár tehetséges fiú? Szerintem nagyon sok tehetséges szakács van. Nagyon-nagyon felfedezünk el minden tehetséget, tudod? Tehát ott kezdődik, hogy szemünk elé kerület. Látókörünkben van-e mindenki, vagy pedig látókörön kívül van. Kit nevezünk eleve tehetségnek, tudod? Tehát azért ez nagyon nehéz megfogalmazni, hogy ha tegyük föl vidéken, szállodában van egy fiatal srác, aki beáll, és a pályát ott felszántja. Viszont még csiszolni kell rajta, hogy az tehetséges, vagy nem tehetséges. Tudod? Mert lehet, hogy nagyon nagy tehetséges, csak éppenséggel hirtelen nem a megfelelő környezetben van, és nem tud kibontakozni. Ugyanakkor meg Pesten lehet egy Michelin csillagot étteremben egy tehetségtelen ember, aki gépszerűen betanul egy mozdulatsort, és mégis otthon, és utána fejébe száll a dicsőség, és azt mondja, hogy csillagos étteremben voltam ilyen és ilyen poszton, és utána nem tud csinálni semmit. Tehát ez a tehetség, ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog, hogy mikor jön elő, és hogy ki veszi észre, és hogy mennyire tudjuk ezt gondozni. Hát igen, de mi lenne ennek a módja, vagy érdemes lenne valamilyen tehetségfelkaroló programot indítani? Ugye itt említetted ezt a fiktív fiút, ugye van egy ilyen fiú, tehát hogy és ott azért kiderült, hogy ott voltál a háttérben mögötte, hogyha jól sejtem, akkor róla is beszéltél, ugye Hajdúszoboszló a helyszín, ami nem alapvetően általában nem fellegvár a gasztronómiának, vagy legalábbis eddig nem ismertük, és Kelemen Roland érkezett onnan, aki Bocuse d'Or selejtezőnek volt, egy nagyon kellemes meglepetésre csináltam is vele egy hosszabb interjút, mert volt szerencsém belekóstolgatni az ételekbe, és nagyon-nagyon meglepődtem én is, hogy ez meg micsoda. Akkor ő most felkarolódott? Vagy ő neki például ilyenkor te tudod követni tovább a pályáját? Vagy hogy zajlik ez a gyakorlatban? Nyilván nem feltétlenül feladatod, tehát nem apja vagy neki, meg van neked saját megélhetésed, meg egyéb kérdéseid. Tehát a telefonszámom megvan neki, bármikor hív, bármikor segíteni tudok.
de én nem várhatom el tőle azt, hogy hagyja ott a családját, ami ott van Debrecen és Hajdúszoboszló környékén, és költözzön föl Pestre albérletbe, amikor nem fog tudni megélni. Ugye, tehát itt van egy visszás dolog, hogy az ő tehetségével, mert ő egy végtelenül szorgalmas ember, tehát végtelenül. Tehát azt lehet benne látni, hogy amikor dolgozol valakivel, és a 18. óránál még az, hogy a pályát újra rakjuk, akkor újra rakjuk. Minden megvan benne, és nincs benne az a tökhendiség, hogy miért is. Tudod, és innentől kezdve mindig arról van szó, hogy nem az a lényeg, hogy ki egy jól képzett szakács, hanem az, hogy ki milyen ember, mert onnantól kezdve, ha nagyon jó ember, akkor biztos, hogy nagyon jó szakácsot lehet vele varázsolni. De egy jól képzett szakács, ha nem jó ember... Tehát például akár konkrétan vele, vagy bárki más tehetséggel, tehát nem fog itt kialakulni előbb-utóbb olyan, mint mondjuk a profi foci világában, hogy akkor van egy tehetségkutató ügynökség, és akkor az azt mondja ennek a fiúnak, hogy már pedig szerződj le velünk, és ilyen és ilyen helyekre bejuttatunk, és visszük, építjük a karrieredet, és nem tudom, átigazolási díjaid lesznek, nem ez teljesen irreális? Teljesen, teljesen. Senki nem fog ezzel foglalkozni. Itt az éttermek elkezdik keresni a maga a kis konyafőnökét. Általában első mindig a konyafőnök, most a konyafőnöktől szól minden, és ő maga köré gyűjt egy csapatot. A csapatot van, hogy nem is ismeri. Ugye, tehát már annyira elment. Nem, nincs, aki a tehetséggondozása, vagy azzal foglalkozzon. A tulajdonosi kör mi alapján szelektál, hogy kivel akar dolgozni, először is neveket keres, akinek nincs neve, azt meg se találja. Nem tudom, ez egy, nem tudom. Fogalmam nincs. Tehát most tudom, hogy ezután a helyzet után, hogy a munkaerőpiacon egyre több ember jelenik majd meg, utána megint úgy helyzet alakult ki. Tehát fogalmam nincs, hogy kezdünk majd előről. Na jó, de hogy itt jön be a te szereted, most nem felelősséget szeretnék tenni a válladra, mert nyilván van azon elég, aki mondjuk ugye oktatóként találkozik rengeteg fiatal tehetséggel, és találkozott már akár ilyen versenyzés kapcsán, látsz olyanokat, akire azt mondod, hogy azt tudod mondani, hogy ne ezek olyan fiúk, akiknek érdemes lenne ahonnan lenyúlni, és mondjuk már ismered a tulajdonosi kört is, tehát hogy itt van meg az a lehetőség, hogy akkor azt mondhatod, hogy lehet, hogy nem ő lesz a konyhafőnök, vagy lehet, hogy idén még nem ő lesz a konyhafőnök, vagy a következő 5 évben, de esetleg érdemes lenne elcsábítani, vagy ez teljesen lehetetlen? Nem, nézd, én úgy gondolom, hogy az én éveimben, tehát én nagyon sok mindent kaptam annak idején a főnökeimtől, tehát olyan lehetőségeket kaptam, amit mindig úgy éreztem, hogy nekem ezt vissza kell adni. Tehát nem nekik hálálom meg, hanem mindig visszamenőleg hálálom meg, tudod? Én úgy érzem, hogy eddigi aktív pályám során minimum 15-20 embernek a pályáját sírretettem. És hogyha én ennek a 20 embernek a pályáját sírre tudtam tenni, akkor én mindent megtettem. Tehát ha mindenki, aki felelősen gondolkodik, mint beosztásban levő ember, vagy valamire vélt, vagy tartott ember, ha 20 embernek a pályáját helyre tette, akkor az írtozatosan nagy dolog. Igen. Akkor már olyan emberek is vannak, akiket többen is illetettek, tehát hogy akkor ott már tényleg akkor az előbb-utóbb, akkor mindenki utolér a dolog, aki erre érdemes. Tehát ha a Bocuse d'Ort veszük, akkor a Tominak az első komiát, a Ádámot, még ugye a... Garai Ádám, igen. Garai Ádám, őt is én raktam oda, mert őt láttam alkalmasnak. A Póner Ádámmal... Garai Ádám is tanítványod volt, ugye? Együtt dolgoztunk még, annak időn az olimpiába volt, és én nagyon sokat jártam az olimpiába, és onnan ismertük egymást, tehát mi ott együtt voltunk, akkor ő tanuló volt. A Póner Ádám volt az én tanítványom az iskolába, tehát igen. Én már úgy. A Molnár Gábornak a erős viszonyunk onnan van, hogy a főiskolán ő nagyon fiatal volt, amikor az osztálytársak voltunk, és neki úgy próbáltam segíteni, de nagyon sok embernek, tehát amikor én aktív voltam a szakácsaimat, próbáltam külföldre jutatni, hogy lakásuk legyen, tudod? Tehát én igyekeztem őket helyzetbe hozni, úgyhogy ez ha én megtettem, amit kell, tehát tovább már nem tudok mit tenni. Van egy ilyen megfejtésünk is Ádámtól, hogy vannak, akik körön belül vannak, akiknek kívül. Erről mi a véleményed? Szerintem Ádámnak igaza van, arra kell törekedni, hogy ha akar, hogy körön belülre kerüljön, erre nem tudok mit mondani. De hogy te se törekedtél erre soha, tehát hogy a te sztorid sem úgy alakult, hogy akkor annyit küzdöttél. Tehát hogy nem azért küzdöttél, hogy körön belül legyél, azért küzdöttél, hogy,
hogy megfelelj a saját elvárásaidnak, és fejlődj, és épülj, és tisztességesen viszonyulj a felületed levőkhöz. Hát mik az attitűdök, ugye? Tehát nekem az a célom, hogy bekerüljek, akkor nem fogok bekerülni, de hogyha az a célom, hogy minél jobb legyek, és hogy megmutassam magam, akkor egy idő után eljutok mindenhova. De én másképp fordítom meg, én magam bármilyen furcsa, még mindig hívő embernek tartom, bármilyen a picanok, nekem van egy utam, amit én kapok. Azzal nekem élnem kell. Hogyha az utam arra kapom, hogy bekerüljek, és hiába én ellen akartam állni, hogy nem csinálom, de akkor is meg kellett csinálni, tudod? Tehát erre nincs más magyarázat, az útját megkapja az ember, azon kell járni, a legjobbat teljesítse, hozza ki magából, és kész. És lesz, ami lesz. Tehát nem azzal kell foglalkozni, hogy hova akarok bekerülni, hanem az, hogy a legjobbat végezzem el végül. És ez mondjuk hittől függetlenül is működőképesnek hangzik, nem? Teljesen. Nem kell feltétlenül osztozni a világnézetedben, és akkor a te utad egyébként most azért elég keveset lehet róla tudni, tehát hogy azt tudjuk, hogy körülbelül amilyen szervezetekben voltál korábban, azokban azt hiszem, hogy már egyikben sem vagy tag. Most éppen merre felé visz az utad, vagy mi a helyzet? A Stubbét azt tudom, hogy ott ugye valamennyire közbeműködsz abban, és már is akartam menni, de nem tudtam egyszerűen kideríteni. Zárva van. Hát ugye az Pest megyé. Mert a Facebook oldalukon nem volt semmi kiírva, ugye ők már azt hiszem, ja nem, mert hogy Pest megye az még, nem? Pest megye. Pilisvörösvár, igen, ezért volt gyanús, mert gondoltam, hogy oda, hogy gyorsan leszaladok valami jó svábot enni így a beszélgetés előtt, hogy így is felkészüljek. De akkor ez későbbre marad, remélhetőleg azért egy pár héten belül erre is lesz lehetőség. Egyébként merre mész, vagy mit csinálsz, vagy mi van a te utaddal? Hát én mindig várom, hogy mit kapok útnak, mert nem jó a marketingem, és nem jó semmim, de szerencsére most tulajdonképpen semmi nincs, ugye mindent elúszott ezzel a vírusos dologgal, tehát én is ugyanúgy jártam, hogy ami volt, az sincs, meg ki tudja, hogy mikor indul be. Igyekszem. Hát a séfek séfét talán forgatjuk majd újra, akkor lesz egy újabb evízót, abban dolgozni kell. A 2-3 nagyobb cégnek tartottam tréningeket és előadásokat, azt remélem, hogy újra fog indulni. Van alsó páhokon, van a Colping Hotel, ahol járok havi szinten képzést tartani, tréningezni. A Stube étterem az egy baráti társaság, tehát mi ott barátok vagyunk és nagyon szeretjük egymást, tehát ha kell, akkor én csempézek nekik, vagy bármit, ami van. Nem, ők annyira elvetemedettek, hogy azért kell nekik segíteni, mert olyan felfogásuk van, ami csoda. Tehát nekem ott az van meg, amit nagyon szeretek látni. És vannak nagyon sok hibája van, nagyon sok gyerekbetegsége van, de benne van a lélek, tudod? És ez a lélek által úgy érzem, hogy amit tudok, segítek nekik. Ezt egyébként teljesen egyetértek, tehát nekem is, hogyha én ugye a másik oldalról közelítem meg az éttermeket vendégként, és nekem is számtalan olyan élményem van, ami lehet, hogy hibátlan éttermi élmény, és tökéletes ételek, de pont a lélek hiányzik belőle, és emiatt gyakorlatilag másnap egyszerűen kétségbe esetleg kell gondolkodnom, hogy mit is ettem előző nap, tehát hogy ez egy létező dolog. És ha meg ott van mögötte a tartalom és a gondolat és a lélek, akkor pedig lehet, hogy voltak benne akár technológiai hibák is, akár bármi, még alapanyag se kell, hogy kötelezően tökéletes legyen, de akkor mégis megmarad élményként, és másnap reggel, amikor fölkelek, akkor az az első, ami eszembe jut. Tehát hogy ez egy nagyon lényeges dolog, egyébként még ugye a Stube kapcsán azért megemlíteném, nem, mert ők nem nagyon hősködnek ezzel, úgyhogy ideje, hogy kapjanak egy kis nyilvánosságot, hogy így ezekben a különböző ilyen járványügyi, jótékonysági szerveződésekben is ők azért eléggé az élen járnak, és elég komoly teljesítménnyel, anélkül, hogy vernék a mellüket, és posztolgatnának róla, hogy már megint milyen jó fejek voltunk, ilyen önzetlenek voltunk. Ők azért ezt csinálják teljes erőből, azt hiszem, hogy ezt se szabad eltitkolni, mert pont ezek a legértékesebbek. Nyilván az is jó, aki segítés közben büszke rá, meg büszkékelik vele, azzal sincsen katasztrófa, de azért ezek nem nagyon szép teljesítmények. Az az érdekes, hogy ugye Vörösvár svábföld, és én ott otthon vagyok. Aha. Tehát nekem a svábok másképp gondolkodnak, az nem titok. Tehát azért mindenkinek megvan egy gondolkodásmódja, minden Magyarországon élő nemzetiségnek. Tehát van egy zárt közössége, van egy gondolkodásmódja. Svábnak is van egy gondolkodásmódja, tudod? És azért
én abba vagy élek, és azt a gondolkodásmódot viszem, tehát főkeményen. És hát ugye az neked regionálisan is hazád, hiszen ugye alapvetően te Szentendre és környékére tartoztál mindig is, még hogy... Igen, csak Szentendre az mi betelepített, tehát mi németek voltunk, de Szentendre meg szerb. Tehát itt szerbek éltek, tehát az az érdekes, hogy itt szerbek éltek, ott élnek a svábok. Mi elszigetelve voltunk, tehát mi nem tartoztunk közösséghez. Ja, akkor lehet, hogy csak innen Budapestről nézve gondoltam, hogy ez így a Pilis meg Szentendre az valamennyire egy régió, de ezek nem, szerint... Képzeld el, hogy itt a kis szűk 15 kilométeren belül érnek a tótok, szerbek és a svábok is. Tehát 15 kilométer mind a hármat megtalált kőkeményen. Aha. Ami gasztrómiailag micsoda egy kincs lehetne, nem? Tehát, hogyha ha ilyen stúbe jellegű helyek, akkor szerb és tót irányba is nyílnának, ez micsoda egy kiaknázatlan lehetőség. Ezt hiányolom én nagyon sokszor, hogy miért nincs nekünk olyan, ami valami autentikus és valami valódi, ami a véréből, vagy a gondolkodásából, vagy az örökségéből fakad. És azért, az elmúlt 50 év, vagy már 60 év is az identitás tudatot gyengítette és elmosta. Tehát nem azt erősítette, hogy te ki vagy, hanem az, hogy ki ne legyél. És igenis fel kell vállalni a zsidó közösségnek a zsidó konyháját, a tótnak a tót konyháját, bármilyen egyszerű is az. Én nagyon szeretem a szlapacskát. Nagyon szeretem. De nem tartják trendi ételnek, tudod? És ezért, amikor kérdezted, hogy nekem melyik konyha áll közelemre, azért én a szlapacskáig képes vagyok utazni is, pedig nem egy nagy étel. De azt jól meg kell csinálni, és akkor az egy finom. Tehát nekem az autentikus, ha én kapok egy jó jutúróval egy szlapacskát, én annak nagyon tudok örülni. És nagyon-nagyon, ugye itt a helyi, és nem érdekelne a csóban sült zeller egészben kikaparva a hamus zsűjével, tudod? Nem érdekelne annyira. Tehát érted a hasonlatot, de a szlapacska ide tartozik. Igen, még akkor sem csipeszekkel kerül rá egy kis mikrozöldéset. De hogyha nem ebben a környezetben vagyok, akkor meg azt kell megsütni, és azt kell tudni. Tehát nem árt, hogyha egy ember... Az az igazán jó szakember számomra, aki több helyen megállja a helyét. Tehát egy zenész is, aki csak egy hangszeren játszik, az nem igazán virtuóz. Amikor rálátása van több hangszerre, mégis az egyik a legkedvesebbnek jobb a legtovább jut, az már zenész, ugye? Tehát az már, azt megemelem a kalapom, hogy basszus, ez azért már tud valami. Tehát amikor egy szakácsot betesznek, volt már példa, hogy ő azt mondta, hogy egy fine dining étteremben van, és eljött egy kis étterembe, és meg se tudott mozdulni. Tehát azt se tudta, hogy a vendéget hogy kéne kiszolgálni. Hát de miért? Az nem vendég? Aki oda jár, azt a szarba veszik. Tehát most miért is? Hát igen, tehát ugye a strapacska ömlengés után még meglepőbb, hogy ugye egyrészt ugye te azért már a Várkert kaszinóban is, ami ugye a legtartósabban volt neked konyakfőnöki pozíciód, ott is azért igyekeztél, bár sajnos én sose kóstoltam, de ott is igyekeztél már modern és ugye ilyen fine dining vagy fine dining jellegű ételeket készíteni, akkor a Bocuse-tól meg végképp, ugye az meg kicsit már így az extrém megoldás, hiszen nyilván ott be kell mutatni, hogy mit tudsz, tehát hogy ott egy szapacskával nem lehet a nagy sikert alkotni, mert azon nem tudja lemérni a zsűri, hogy mire jó ez, meg mi az, amire még képes lennél. De egyébként nagyon sok, főleg itt Magyarországon, nagyon sok vendégen is azt látom, hogy azért akkor igazán boldog, hogyha oda kerül elé, vagy a strapacska, vagy a rántott hús, vagy a húsleves. Tehát, hogy elmegy időnként kötelességből, vagy sznobizmusból, vagy a kettő ötvözetéből fine dining helyekre, de akkor igazán boldog és felszabadult, amikor, ahogy mondtad, kanála leheti a vár. Igen. Tehát azért nekem az a legkedvesebb kívus, amit jó ízűen kanála lehet tenni, és abban benne van a fifika. Akár ugye egy kacsaszobot is, hogyha megtől van konfitálva, akkor van első kanállal egyétek. Közben itt Ricsi is hozzászólt a szakmából, találkozni kell a barátokkal kávézni, azt mondja. Hát ez most még nem a nagy kávézások ideje van, de remélhetőleg hamarosan az lesz. És ugye Szentendrét azt említettük, amire mindenképpen érdemes rátérni, amit szerintem nagyon sokan nem tudnak róla, hogy neked nagyon jelentős, bár most egy szóban már említetted, nagyon jelentős food stylist múltad van, amit, hogyha jól sejtem, akkor most már azért kihagytál, és itt mindenféle olyan márkákkal is dolgoztál együtt, ugye ez is egy ilyen keserű vagy sötétebb árnyalatú oldala a könyvnek, amiket nem feltétlenül csináltál szívesen, hiszen nem mindig a minőségről, vagy elég sokszor nem a minőségről szólt a dolog.
Nyilván ez egy ilyen megélhetési munka volt, vagy azért ebben is megtaláltad a szépséget? Én nagyon megtaláltam benne a kihívást, mert amikor én elkezdtem azzal foglalkozni, ez pontosan 94 volt. Tehát nem ma. És azt akkor még nem volt Magyarországon, Korpádi Peti volt az egyedüli, aki csinálta, ugye mi kollégák is voltunk. Ez egy ismeretlen terület volt, és amikor megszakadt a konyhafőnökségem, akkor maradt a vállalkozásom, és addig az befutott. Tehát nagyon sokat fotóztunk. Abban nagyon sok kihívás volt, és nagyon sokat lehetett tanulni belőle. Tehát bármi a képanyagban megjelenítés, agyban összerakni, hogy nézzen ki, vizualitástól kezdve, technológiákig, nagyon sokáig élvezhető volt. Csak utána jött az a része, amikor elkezdett embertelenni és iparosodottá válni az egész, és nem is arról van szó, hogy most a nekinek kellett fotózni, mert abban is kihívás volt, hogy tudom megoldani azt, hogy az a hangja a legszebb legyen, tudod? És nagyon sokat gyártottam is, tehát legyártottam a termékeket magát, hogy ki kellett találni, hogy tudok terméket gyártani. Nagyon sok év. Friciféle megkis hamburger. Hát, de képzeld el, amikor ilyen kocsonyázott felvágott volt az egyik nagy cégnek, és a saját termékével nem volt megelégedett, és 10 darab kocsonyázott szalámit kellett olyan modellik anyaggal legyártanom, hogy amikor vágják, az elolvadjon. Tudod? Tehát mindent újra gyártani. Volt benne kihívás, csak az a rendszer, amikor ez a... Nem tudnak, tehát a megbízó, a megrendelő és a reklámügynökség azt se tudja, hogy mit akar. Amikor nem merünk dönteni, elmismásoljuk, 88 percig kell várni azért, hogy valaki döntést hozzon, amíg a kaja kiherélődik, tudod, és akkor csináljuk meg 15-ször, de akkor még ez már nem az én műfajom. Tehát amikor nem tudjuk, hogy mit akarunk, nem tudom merre, ellentétes információk vannak, ez engem már nem érdekel. Tehát elveszi maga az a munka, és maga az a inspiráció, és az a szellemiség. Onnantól kezdve ez vége. Ez csak egy pénzkereseti lehetőség volt, és azt néztem, hogy mikor lehet abba hagyni. Azt mondja, hogy Krisztina szólt hozzá, pedig pontosan ez a multikulturális sokszínűség, gondolom ez még a Tóth Schwab szerb közösségekhez, adhatná Magyarországnak azt az eredetiséget, amelyik nagyon kevés országban létezik, teljesen egyetértek, hogy ehelyett ugye van a Girosz néven árult dönerünk, illetve a hamburger mindenféle verzióban és méretben, úgyhogy én is nagyon-nagyon szeretném, hogyha lennének ilyen valódi szívvel és valódi ötökséggel készített dolgok. Aztán András, Fricikém, üdv, Várkert, Borjúvirigy, már akkor is nagy voltál. Hát igen, abban az időben ugye Borjúvirigy, hát nekünk az volt, mi azt használtuk meg, abban az időben mi Ausztriából hoztunk friss halat, tehát nagyon sok minden olyannal dolgoztunk. Egyrészt én nagyon tanulni akartam, és mindent ki akartam próbálni és megcsinálni. És oda támogatást és lehetőséget kaptunk, hogy ezt meg is valósítsam. És az nekem nagyon jó időszak volt, nagyon sokat tudtam tanulni. És ha már a Borjúvirigy így előkerült, nekem egyébként az egyik nagyon nagy kedvencem, akkor neked van olyan kedvenc alapanyagod, amivel szeretsz dolgozni? Tehát van kedvenc húsod, zöldséged, bármi egyéb, ami különösen megfog? Nincs. Akár kedvenc el? Hát nincs, semmi nincs. Semmi nincs? Mert szándékosan nyitottan akarod megtartani magad, vagy pedig alapvetően nem szeret enni, még az is. Én nagyon szeretek enni, de ha elmondom a kedvenc ételem, ez az annyira nevetséges, hogy inkább soha nem szoktam elmondani, tudod? Tehát, most már ezek után nem titkolhatod el. De tehát ez az a nevetséges kategória, amikor mindig minden nyilatkozatnál tényleg neked elmondom majd mindjárt, de annyira kerültem azt a témát, mert nem láttam értelmét, hogy ezzel frottizzanak. Képzeld el, hogy én a sajtos tésztát szeretem a legjobban. Aha, és az milyen verzióban? Tehát, hogy abból van egy ilyen friciféle menő verzió, vagy pedig a legegyszerűbb, gondolom azért nem a lengyel trapistából és a... Nem. Én a 6-12 hónap is ejdámi jellegű sajtokat szeretem a legjobban, tehát ahhoz is a jó minőségű, nagyon vastag zsírtartalmú tejföld, tehát én azokat, de azzal én nagyon bírom. És de akkor gondolom azért ez egy viszonylag egyszerű recept, tehát hogy készítette a sajtos tésztát, mert én egyébként teljesen egyetértek, tehát nekem hiába járok rengeteget mindenféle csúcsétterembe, az egyik kedvenc ételem továbbra is a vajas kenyér, amiről azt gondolom, hogy ha az egy tökéletes
fantasztikus kenyér és egy nagyon jó minőségű vaj, akkor abban annyiféle távlat és izgalom van, hogy nem feltétlenül kell ezt túl bonyolítani. Milyen a féle sajtos tészta? Hát ezen nincs mit. Mondhatni azt, hogy szinte majd minden tésztából elkészíthető, de nem igaz. Nem igaz. De az igazán jó. Hát én mondjuk spagetti vagy rövidcsőből szeretem a legjobban, de ez a kettő, ami megy. És nekem nagyon fontos az, hogy tényleg roppanós legyen a tészta, és tényleg friss. Tehát nem szeretem akkor, hogyha nem friss. Azt akkor kell kifőzni, nem lemosva, és abban a pillanatra reszelem rá a sajtot, és abban a pillanatra megy rá a tejföl, és utólag sózom. És nekem az, amikor úgy egy kicsit rá, nekem az fergeteges. És amikor a 12 hónapos sajtnak az illatát, meg az íze átmegy a szádba, nekem az bejön. Nem, semmi gond nincs ezzel szerintem, tehát hogy tényleg van meg. Jó, csak azért, látod, te vagy az első, akinek ezt elvonul, hogy nekem ez a kedvencem. Hát, ezt bármikor, bármilyen megkísérlek. Megtisztelve érzem magam, köszönöm. Egyszer annyi is kóstolálom a friciféle verziót, bár itt azért úgy tűnik, hogy akkor ezt lehet ott ma rekonstruálni, és akkor még csak azt kötelező, hogy te készítsd hozzá a tésztát, frissen? Nem fontos, hogy én készítsem frissen, nem vagyok annyira sznob, hogy amikor ezt megkívánom, gyorsan neki el a tésztát gyúrni, ez már túl szép lenne. Nem így van. Fogom a dobozt, kibontom, és megfőzöm, tudod? Tehát azért ez így van. Jó, egyébként meg ugye olyan szempontból nekem ez nagyon témába vág, hogy még azt nem lehet pontosan tudni, hogy mikor, de ugye nekem van egy ilyen találmányom, amit majd előbb-utóbb meg is valósulni, hogy inkább előbb-utóbb egy Nudli néven egy magyar tésztázó volt. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan műfaj, amit akár a sajtos tészta, akár a szűrós tészta, vagy akár a krumplis tészta, amihez azért mindenkinek van egy nagyon erős érzelmi viszonya, és abból lehet nagyon jól csinálni, és működik. 15 éve szerettem volna létrehozni egy ilyen hálózatot, egy éttermet is, és hát nem volt rá fogadó kereslet. Aha. Most lesz. Nem, nagyon, nagyon jó. Tehát én egy céggel szerettem volna ezt létrehozni, mert úgy gondoltam, hogy nagyon jó ötlet, és meg lett volna hozzá minden. De a cég nem gondolta úgy, hogy akkor neki ebbe bele kell vágnia. De én ezt nagyon jónak tartom, tehát erre szükség van. Na, örülök. Viszont akkor mindenképpen hívnak majd kóstolni, mert azt hiszem, hogy nem tudok lemondani a véleményedről, meg a szakértelmedről. Közben itt repül az idő, úgyhogy ha valaki még szeretne kérdezni, akkor volt gyorsan szóljon hozzá, itt jött közben Zoli írja, hogy Galás metért, az is egy milyen jó étel. Tehát szerintem ezekben semmi szégyelni való nincsen, nyilván meglepő ez egy sép szájából, de közben meg egy kicsit azt is látom, hogy minél többet foglalkozik valaki ilyen nagyon high-end, nagyon különleges dolgokkal, annál inkább tudja értékelni ezeket a nagyon egyszerű ízeket, hogyha azok tisztességes működnek. Nem értékelés szempontja, nem. Nem, ez teljesen más. Ez túlélésről szól, és arról, hogy amikor te dolgozol, tehát én amikor dolgoztam, tehát jelen pillanatban is, hogy kellett dolgozni, 16 órát lenyomtam egymás után. Neked nincs időd enni. Tehát amikor én ledolgoztam a X nagyon sok évemet, annyi volt, hogy amit a csészéből, kanállal 5 perc alatt be tudok lapátolni. Tehát nem volt közös vacsora, nem volt vacsoraidő, nem volt személyzeti étel. Tehát te, mint szakács, vagy mint séf, te a túlélésre hajtasz, hogy energia legyen a hasadban. Ott neked nincs időd az, hogy te most a legjobb vacsorát eszed meg, vagy a legjobb ételeket, dehogy eszed. Szaftos rizs, meg nokedli, amire rácsúrgatsz valamit, vagy egy levest megiszol. Az valaki érdekében a pörkölt szaftos nokedlit, az valaki. Igen, hát én értem. Tehát én csak azt tudom elmondani, hogy én milyen környezetben voltam, és miket ettünk, vagy mind mentünk keresztül. Tehát egy szakácsnak, amikor elmegy és dőzsölhet a szabad idejébe, akkor valószínű, hogy elmegy, csak én meg akkor azt tartom undorítónak, hogy minden szakács frosztizza a másikat. Tehát ne azért menjek étterembe, mint szakács, hogy a másikat elkezdjem lehúzni, hogy ez milyen szar, meg én másképp csinálnám. Tehát akkor minek megyek oda? Érted? Tehát ha én, mint szakács, oda megyek valahova, akkor azt, amit kaptam, elfogadom, vagy nem megyek oda, mert tudom, hogy hova megyek. De szakmán belül, hogy én a másikat elkezdem lehúzni, meg játszom az agyamat, nekem ez nem jön be. És amikor én a műszakomban meg kanállal tekerem befele a szaftos rizsemet, érted? Tehát ez így kell megérteni. Egyébként szerintem ez nem csak szakmafüggő, tehát hogy én is azért megyek étterembe, nem azért, hogy rájöjjek, hogy hol hibázott a sét, mert is, le is álltam azzal, hogy étterem kritikákat írja. Te egyébként, ugye te például voltál étterem kritikus, úgyhogy... Elég sokáig.
bár nem nyilván nem saját örömödre vagy szórakozásodra, hanem ugye meg volt annak a maga terepe, de ugye azt gondolom, hogy egy normális vendég, vagy egy laikus is azért megy egy terembe, hogy ott élvezetet kapjon és élményt kapjon, akkor jár jól mindenki, és ugye én is például szoktam a séfeknél arra hagyatkozni, hogy amit ő küld és amit ő gondol, azt szeretné menni, és nem azt, amit én kinéztem, mert ő tudja, hogy mi az, ami a legjobb, mi az, ami a leginkább működik, mi a legfrissebb. Tehát, hogy annál jobban szerintem az ember nem kaphat. Így az étterem kritikával persze, hát egy olyan 4 éven keresztül csinálni kellett, és örömmel vagy bánattal, mert nagyon sok rossz volt benne. De azt meg kell tanulni, hogy nem azt kell leírni, hogy mi az én érzésem, és mi az, amit én másképp csinálnék, hanem az, hogy konkrétan mi van a tányéron, és konkrétan mi az, amivel a tányéron hiba van. És hogyha elvonatkoztatok, és csak ezt írom, akkor korrekt vagyok, és nagyon tárgyilagos. És így nem tudok megbántani senkit, mert én csak az ételről írtam, és azt, hogy abban a pillanatban mit éreztem benne. Ezt igyekeztem betartani. Igen. Nyilván ugye nem az a jó, hogy a saját ízlésedet akarod viszont látni mindenhol. És hát nagyon-nagyon elment az időnk, úgyhogy lehet, hogy hamarosan be kell fejeznünk sajnos, de ugye nem tudunk, ahogy a könyvnek sincs happy endje, ennek a beszélgetésnek se tud happy endje lenni, bár itt pont Zoltai Anna éppen egy nagyon szép üzenettel véd, hogyha majdnem nincs egy happy endet kínálna nekünk. A Fricci szerintem egy fogalom az emberség, szakmaiság, igényesség és barátság ötvözete. Drága Anna! Van egy olyan, azt róla nevezték el, hogy édes Anna, tudod? Tehát ez biztos. Róla van elnevezve. Hogy nincs a könyvben, még egyszer megmutatom a könyvet itt a vége felé, mert hogy tényleg nagyon ajánlom, hogy aki Fricire kíváncsi, akkor mindenképpen Szabó Edit írta egyébként, és azt gondolom, hogy nagyon jól van megírva, bár nem tudom, lehet, hogy már ilyen nyomda készen fogalmaztál, amikor beszélgettetek, de hogy tényleg egy ilyen nagyon olvasmányos és izgalmas olvasmány, és baromi érdekes olyan szempontból, hogy itt nincs cukormász, tehát hogy te nem vonod be az emlékeidet azzal, hogy jó, mindenki milyen fantasztikus volt és kedves volt, és neked milyen jó sikerült minden, nem építesz magadnak szobrot benne, hanem egy, ahogy a film is sugallja, megvan bőven itt a bezártságérzés is, meg a letargia is, meg a mindenféle egyéb is, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom. A jövőre vonatkozóan esetleg mit lehet tudni, vagy ahogy itt látom, itt nálad egyre jobban, egyre sötétebb lesz a szoba. Remélem ez nem a végére szálltad, hogy ez egyben a jövő is. Nem tudod, ez amikor már behúzták a függönyt, tehát ez a... Ha akarod, kapcsolok egy villanyt, hogy lehessen látni hátulról. Nem, még az arcot szerencsére látszik. Jó. Tehát, hogy merre tovább, vagy erről most egyszerűen értelmetlen beszélni, mert hogy olyan világ van, amikor erről fogalmat sincs. Teljesen. Amikor napsütötte oldal volt, még akkor se tudtam, hogy mit hoz a holnap. Most, hogy már befeketedett és borús, most meg végképp nem. Tehát fogalmam nincs. Hát jó, de azért akkor így búcsúzóul, egyrészt további nagyon jó munkát kívánok, és azért azt remélem, hogy azért lehet majd még kóstolni tőled nagyon jó dolgokat, meg sokfélét, meg lehet látni a tevékenységedet, akár oktatóként, akár séfként. Másrészt meg ugye, ami nekem még nagyon átjött a könyvből, az, hogy a benne lévő keserű momentumok és kudarc élmények és sokféle ilyen, akár ilyen egészen depresszív témák mellett azért az nekem egyértelműen kiderült, hogy valami jó dolog lehet von Berg Fricci barátjának lenni. Hát nem tudom, veled elég sokat voltam és elég közel is kerültünk egymáshoz. Mindig volt egy új, amit tudtam neked mutatni, és jó érzés volt veled lenni. Úgyhogy én nem tudom, milyen az én barátomnak lenni, mert valószínűleg elég nehéz is. Igen, de azt gondolom, hogy megéri. Tehát vannak azok a nehézségek, amiket az ember szívesen vállal. Úgyhogy hajrá tovább, és remélem beszélgetünk még. Ja, még egy nagyon fontos kérdés, amit persze az elején kellett volna, hogy a sváb vagy, de magyar is, von Bergnek mondod a nevedet, vagy von Bergnek? Ezt sem tudtam. Von Bergnek. F, mint nem. Igen. Jó. Tehát a németes egyik szerint. Köszönöm szépen Fonberg Frigyesnek, és akkor el is engedlek. Ne ilyen sötétbe folytass tovább az életedet, és búcsúzom is. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. És szia! És akkor én is köszönöm.
meghallgatjuk. Bocsánat, itt gyorsan lekapcsoltam, de csak köszönte Fici, és akkor még egyszer megmutatnám, hogy ez az a bizonyos könyv, amit tényleg nagyon ajánlok. Egyrészt ugye benne vannak ezek a nagyon jó sztorik részletesen, rengeteg pályatárssal, ugye Takács Lajostól kezdve, Heyman Zoliig, mindenféle méltatásokkal és egyebekkel. Másrészt pedig jó kis sváb receptek és könyvek és életképek vannak benne. Úgyhogy akár például egy aranygaluska, vagy mindenféle egyéb finomság, úgyhogy aki erre a strapacska vonulatra kíváncsi, paprikás krumpli is van benne, de olyan igazi Fonberg Fricisen, úgyhogy tényleg egy nagyon jó olvasmány, és nagyon szórakoztató, és nagyon őszinte, és nagyon valódi, mert hogy szerintem ez ennek a könyvnek a legeslegnőbb erénye, hogy ahogy azt a Fricitől megszokhattuk, önazonos és valódi. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, Jókuti András voltam, és ez volt a Világemő Talks 4. része. Jövő héten várhatóan visszatérünk. Sziasztok!